Bár a fagyos szentekig van még bőven 3 hét, de szerintem a mostani időjárási viszonyok között most már azért viszonylag nyugodtan ki lehet ültetni a paradicsomokat is, úgyhogy ezt is fogom tenni, és elmondom, hogy mi az a néhány dolog, amire szerintem ilyenkor érdemes ügyelni. Mint láthatjátok, itt a kis nevelő ládámban nagyon szépen felcseperedtek a paradicsom palánták. Ebbe a kis palackba különösen. Itt már kicsit túl jól is érzi magát, ugyanis kibújt itt a szivacsból a gyökére, ami azért nem jó, mert meg fog sérülni, ahogy kiveszem. Ezért nem szabad túlságosan korán elkezdeni a hajtatást, a magvetést, mert lehet, hogy túlságosan megnőnek a növénykéink, elnyúlnak, vagy ilyen problémák történnek. Szerencsére maradt még azért gyökere, ráadásul az a jó hírem van, hogy a paradicsom az egész szárán képes gyökereket hozni. Megmutatom nektek, hát nem tudom, hogy lehet-e majd látni. Vannak rajta ilyen egészen aprócska kis szűrők, ezekből mind-mind gyökér tud fejlődni, ezért érdemes a paradicsomot mélyebbre ültetni, tehát nem ebbe a magasságba fogom ültetni, hanem lekapom az alsó leveleket, ezt is, meg ezt is. Ezzel egyébként segítem is a palántát, hiszen kevesebb lett most rajta a lomb, tehát ő ezt a lomb mennyiséget ehhez a mennyiségű gyökérhez növesztette. Most ugye elveszítette a gyökérzetének a felét, így aztán sokkal nehezebb lesz ellátni a lombozatát, tehát hogyha én csökkentem a lombozatát, akkor neki kisebb mennyiségű vízzel kell ellátnia magát, tehát kevésbé lesz terhelve. És még az az előnye, hogy, mint mondtam, mélyebbre tudom ültetni, és nem fognak a földre lógni a levelei. Ez azért nem szerencsés, hogyha a földre lógnak, mert onnan föl tudnak mászni a gombák, és meg tudják fertőzni a paradicsompalántát. És itt lehet látni, hogy ezt mulcsoltam, ezt az ágyást, és hát talán egy hete volt, hogy utoljára belocsoltam, és még mindig fantasztikusan nedves a talaj. Ennyire jó dolog a mulcsolás, nagyon-nagyon jól tartja a nedvességet. Egy meglehetősen mély gödröt ások neki, méghozzá azért, mert fogok adni neki egy kis szerves tápot, általában Viánót használok, kiválóan bevált. Ez most nem kifejezetten paradicsom táp, de szerintem azért jó lesz. De annak ellenére, hogy ez szerves, és nem égeti a gyökereket, azért nem árt, hogyha jó alaposan el tudom keverni a földdel, és minél mélyebben van, az is azért jobb, mert a növényt arra sarkallom ezzel, hogy lefelé növessze a gyökereit. Még valamit szoktak, hogy egy kicsit így elfektetve rakják be. Ez is azért jó, mert hogy egy viszonylag nagy felületen tudja ilyenkor növeszteni a gyökérzetét, ugye egy kicsit elfekszik a föld alatt, és aztán ugyanúgy föl fog egyenesedni, tehát azzal nem lesz probléma. Tömörítsük le azért rendesen a szára körül a földet, ne maradjon levegős. És még egy fontos dolgot érdemes ilyenkor megcsinálni. Ez pedig a támaszték elhelyezése. Nem azért, mert ilyenkor már óriási szüksége van rá, bár egyébként jól jön neki már ilyen korán is, hanem leginkább azért, mert hogyha most elhelyezem, akkor még nem fogom felsérteni vele a gyökérkéket, viszont később már ez előfordulhat. Én ehhez ezt a speciális spirális karút használom a Nortentől. Ez azért nagyon jó, mert egyszerűen bele lehet növeszteni a palántát, és nem kell egyáltalán kötözni. Természetesen paradicsomot bármilyen karóhoz ki lehet kötni, egy sima megmaradt fa, egy darab bambusz is tökéletesen megteszik, de ha van ilyen spirális karónk, ez nagyon-nagyon kényelmes, mondom ezért, mert nem kell kötözni, és még véletlenül se fordulhat elő olyan, hogy egy kicsit mondjuk elszorítjuk a kötözéssel a növényünket. Közben végre egy kis eső is esett, úgyhogy kellett tartani egy kis technikai szünetet,
de folytatom a dolgokat. Mivel a paradicsomot fölfelé vertikálisan növesztjük, ugye alapvetően a paradicsom egy elterülő kúszó növény lenne, de mi úgy spórolunk a helyen, hogy a karókat helyezünk el mellé, és fölfelé növesztjük. Így viszont egy csomó kihasználatlan terület marad a töveknél, különösen azért, mert a paradicsomot célszerű egy picit egyébként fel is kopasztani, tehát alul itt nyugodtan be lehet ültetni ezzel-azzal. Nyilván olyan dolgokat célszerű ültetni a paradicsom tövéhez, ami egyrészt nem fog konkurálni a paradicsommal, tehát nem igényel ugyanannyi tápanyagot. Például a spenót jó lehetne, mert alacsony növekedésű, de szintén nagyon nagy szüksége van a nitrogénre, így aztán konkurálhat a paradicsommal. Viszont nagyon jól működnek a paradicsom mellett a gyökérnövények, ugyanis ezeknek sokkal kevésbé nitrogénre, mint inkább foszforra van szükségük, így aztán jól kiegészítik egymást, ráadásul ugye lefelé növekednek, fölfelé nem annyira, úgyhogy én ide céklát fogok vetni, és az itt remekül meg lesz a paradicsom tövében. Ráadásul a paradicsom egy kis árnyékot is ad neki, amit egyébként a cékla kedvel. Nem érdemes azzal bíbelődni, hogy az ember nagyon ügyeljen rá, hogy megfelelő távolságra szórja el a magokat egymástól, hanem az ember kiszórja, és aztán később egyeli, ezt úgy hívják, tehát amikor elkezdte kihajtani a növények, akkor egyet-egyet kihúz, és csak a megfelelő távolságra hagyja meg a töveket. Ebben az esetben azért olyan hát 5-6 centi le kell majd hagyni őket. Ugye az, hogy milyen tőtávolságot kell hagyni, az mindig rajta van a csomagoláson hátul, tehát mindig jelzik, hogy mekkora távolságot kell hagyni. Én egyébként egy kicsit sűrűbbre szoktam ugye magas ágyásban hagyni őket az ajánlottnál, mert kevesebb a hely, viszont elég sok a tápanyag, úgyhogy ezt el szokták bírni, azt a sűrűbb szomszédságot itt a magas ágyásban. A védőnövényekről már beszéltem korábban a növénytársításokkal kapcsolatban, és ott említettem, hogy az egyik legjobb védőnövény a paradicsomok köré az a bazsalikom, úgyhogy mindig vetek bazsalikomot a paradicsomok közé. Erős illatával távol tud tartani egy csomó kártevőt. Magról elvetettem már a bazsalikomokat. Mint látható, azért olyan nagyon nagyot nem fejlődtek itt az utóbbi egy hónapban ezek a bazsalikom magocskák, úgyhogy ez is igazolta azt a tapasztalatomat, hogy sokkal célszerűbb ilyenkor inkább elvetni szabadföldbe a bazsalikom magot, és hagyni megnőni, vagy már készen venni palántát, de nem feltétlenül érdemes bíbelődni vele így magunknak. Ide szoktam a szélére, és akkor itt egy ilyen kis őrfalat képez. A másik csoda fegyverem, az a sarkantyúka, nagyon-nagyon szeretem. Egyrésztről tök dekoratívvá teszi az ágyást a kis színes virágaival. Ez is egy csodálatos védőnövény. Érdekes módon ez nem taszítja, hanem pont, hogy vonza például a levélbolhát, de annyira, hogy nem megy rá a többi növényre, csak a sarkantyúkára. Úgyhogy mindig szoktam vetni belőle egyet-kettőt, és az a jó benne, hogy ha egyszer elvetettük, akkor utána mindig szór el annyi magot, hogy a következő évben már újra kihajt. Arról nem is beszélve, hogy egyébként ehető a virágja is, meg a levele is, kifejezetten finom, ilyen kis csípős íze van, úgyhogy nagyon föl lehet vele dobni egy-egy salátát. Erről egyébként van is egy videóm, amit ide kattintva meg is tudtok nézni. A másik kedvenc védőnövényem pedig a bársonyvirág, vagy népies nevén a büdöske. Ez is egy fantasztikusan jó növény, egyrészt szintén dekorálja az ágyást, szintén elveti a magjait, ha egyszer már ültettük, és tényleg nagyon-nagyon jól működik. Mostanában rengetegen szenvednek a poloskáktól, ugye teljesen el tudják lepni az ágyásokat, és megszurkálják a paradicsomot, kiszivogatják a nedvét. És képzeljétek el, hogy az az ágyás, ami nekem tele volt bársonyvirággal, ott szinte egyáltalán nem jelentek meg a poloskák, úgyhogy nagyon jól lehet vele poloska ellen védekezni. Ez a lényeg, hogy az ember minden talp alatnyi helyet kihasználjon a magas ágyásban. Ezzel egyrészt védve a növényeket, másrészt pedig minél több hasznos növényt termesztve. Mint minden ültetést, ezt is egy alapos öntözéssel kell megkoronázni. Arra ügyeljünk, hogy ne locsoljuk le a paradicsomot magát, hanem csak a szár körül nedvesítsük be a talaját. Mint mondtam korábban is, a paradicsom nagyon érzékeny a gombás betegségekre, és pont azáltal tudják elkapni, hogyha a víz rámegy a szárára, a levelére. Úgyhogy ezt mindenféleképpen kerüljük minden öntözésnél. És még egy tanácsot, ha elfogadtok tőlem,
ami elsőre furcsán hangozhat, és kicsit nehéz is lesz szerintem megtartani, ez pedig az, hogy ezt a nagy belocsolást követően, hát jó pár napig, próbáljátok meg 4-5 napig nem öntözni a paradicsom palántát. Azért lesz nehéz, mert azt fogjátok látni, hogy szegénynek elkezdenek lefelé kúkadni a levelei. Nyilván, ha ez már nagyon drasztikus, akkor azért locsoljatok, de próbáljátok meg néhány napig kihúzni, ugyanis ezzel arra ösztönzitek a paradicsomot, hogy minél inkább elkezdjen lefelé gyökereket növeszteni, így a későbbiek folyamán a paradicsom sokkal erősebb és stabilabb lesz. Nagyon fontos, hogy vigyázó szemeteket továbbra is az időjárás előrejelzésen tartsátok, mert elég egy 2-3 fokos hideg is hajnalban, ahhoz, hogy a paradicsomot nagyon-nagyon visszavesse a növekedésben. Nyilván nem tudjátok már ilyenkor kikapni az ágyásból, viszont tudtok védekezni úgy, hogy egy ilyen levágott kis pillepalackot éjszakára ráhelyeztek a növényre. Persze még jobb, hogyha van fólia sátratok, az a legbiztosabb, de ha ez nincsen, akkor ezzel is meg lehet oldani, hogy éjszakára melegen tartsa a kis palántát. Remélem, hogy tudtam néhány új és hasznos információt átadni a számotokra. Ha tetszett a videó, akkor legyetek szívesek, jutalmazzatok meg egy lájkkal. Ha még nem tettétek volna meg, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Nézzétek meg az Instagram oldalunkat is, oda is iratkozzatok föl, látogassátok meg a Facebook és web oldalunkat is. Köszönöm szépen, sziasztok!